HUMDA Podcast. Együtt a magyar automotorsportért és a zöld mobilitásért. Rajtra készen állunk! Tisztelete, köszöntjük Önöket ez a HUMDA Podcast, a HUMDA Magyar Automotorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT Podcastja. Vendégünk pedig Szujó Zoltán. Zoli. Szia! MNAS elnökjelölt? nevezhetünk így? Igen, izlegetem a szó összetétel, de hát ez most már így van, hiszen beszálltam ebbe a ringbe, és úgy gondoltam, hogy muszáj valamit tenni a hazai autósport érdekében, a hazai autósportért, úgyhogy igen, elnökjelöltként, egészen december 1 aztán abban bízom, hogy december 2 már az MNAS elnökeként dolgozhatok a hazai autósportért. Interjúban már megkérdezték tőle, de én is megkérdezem, hogy kellett ez neked? Honnét jött a motiváció, honnét jött az ötlet, hogy ringbe szállj? E tulajdonképpen egy olyan gondolkodási folyamat előzte meg, amikor figyeltem azt, hogy mi történik a hazai autósportban, és volt egy nagyon fontos mérföldkő, amikor valamikor nyár környékén álltunk Budapesten egy színpadon 27-28, majdnem 30 fiatal kiválasztott autó- és motorversenyzővel, és ez a Hyundai Academy programnak volt az egyik nagyon fontos eleme, erről majd fogunk beszélni, és ott látva azokat a csillogó szemeket, arra gondoltam, hogy ezt nagyon jó lenne, talán még ennél is hivatalosabban csinálni. Aztán picit előre tekerünk az időben, és amikor elolvastam, elolvastam az MNAS-nek az alapszabály módosítási javaslatát a következő közgyűlésre, akkor akkor azt gondoltam, hogy ezt nem szabad engedni. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan egyszemélyes vezetésé tenni az MNAS-t, ami biztos vagyok benne, hogy nem jó a hazai autósportnak. És akkor nagyon gyorsan végig gondoltam, és néhány telefont eleresztettem, hogy vannak -e ebben támogatóim, hogy ezt megakadályozzuk, és mivel voltak, így aztán jelentkeztem elnök jelöltnek. Többekkel beszéltem egyébként annak idején, és folyamatosan figyeltem, hogy mi történik a hazai autósportban, és az mindig egy kritika volt, hogy a jelenlegi elnöknek nem volt egy valós alternatívája. És azt gondoltam, hogy egy valós ellenfele, kihívója. És azt gondoltam, hogy ha ezen múlik, és ha nekem kell vállalni, akkor, akkor most megpróbálom. Ebben az esetben viszont éppen amit, amire utaltál, hogy ne egy személyes vezetés legyen, nem egy elnökről van szó, nem rólad van szó, hanem egy programról és egy mögötted álló csapatról, egy olyan szakmai testületről, aki képes irányítani a magyar autósportot. Pontosan így van. Tehát gyakorlatilag ezt úgy képzelem, hogy az elnök inkább reprezentálja a magyar autósportot, a hazai autósportot ide-haza és külföldön, és van egy olyan operatív csapat mellette, mögötte, amely a létező problémákra igyekszik megoldást találni. Mondok egy egészen konkrét példát, az látszik, hogy valamilyen formában az amatőr versenyzést újra kell építenünk Magyarországon, mert ez jelenti a tömegbázist. Ezt meg lehet tenni, meggyőződésem egyébként, hogy egy szakmai munkacsoport felállításával erre is tudnánk válaszokat találni. Tehát alapvetően a, az MNA ezt egy szolgáltató szövetségként képzelem el, amelyik meghallgatja a, a versenyzőknek, a versenyzői társadalomnak a problémáit, azt, hogy mivel kellene igazából foglalkoznunk, és egy koordináló szervezetként képzelem el, illetve nyilvánvalóan egy olyan szervezetként, amely mondjuk a biztonsági előírásokat betartatja és felügyeli, hogy azok a lehető legjobban működjenek. Tehát azt hiszem, hogy a, a, csapatnak, ami mellettem, mögöttem van, és nagyon sokaknak egyébként a támogatását szerencsére megnyertem, és bírom, annak rendkívüli fontossága lesz abban a munkában, amit tervezünk elvégezni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy, hogy látványos lépéseket lehet lehessen elérni. Tehát nyilván ne várja senki azt, hogy feláll egy új csapat, és egy-két héten belül, egy-két hónapon belül itt, itt komoly változásokat lehet elérni, hiszen az alapoktól kezdve kell újraépíteni egy rendszert. És rendszert kell építeni. Pontosan így van. Én most egy országjáró kampány körül kellős közepén vagyok, ezért talán azt elárulhatjuk a nézőknek, hallgatóknak, hogy egy lehetetlen időpontban rögzítjük ezt a podcastot. És... Ott nagyon sokan várják az ígéreteket, mert valahogy ezt szokták meg, és azonnali változást akarnak. És azt látom, hogy ez a rendszer most tele van érzelemmel, nagyon sok sértettség van az emberekben, ilyen-olyan okokból kifolyólag. De én próbálom hűteni ezeket a kedélyeket, hogy igen, egy nyugodt környezetet szeretnénk megteremteni. Hogyha én MNSZ elnökként december másodikán elkezdek dolgozni, akkor az első feladataink mindenképpen azok lesznek, hogy megnézzük, hogy milyen csontvázak hullanak ki adott esetben a szekrényből. Erre föl vagyunk készülve, mert nem átlátható jelen pillanatban a működés. De hogy ez nyilvánvalóan időigényes, viszont azt is gondolom közben, hogy egy pici odafigyeléssel, egy picivel jobb szervezettséggel viszonylag hamar, viszonylag látványos eredményeket lehet elérni, ugyanakkor valóban némi időre szükség lesz, hogy új alapokra helyezzük az egész autósportot. Hiszen itt erről van szó. Meg kell reformálni egy olyan rendszert, ami meggyőződésem, hogy nem működik, és nem a versenyzők érdekeit szolgálja. Ehhez időre van szükség. A jó hír az, hogy rengetegen biztosítanak, és már biztosítottak a támogatásukról, olyanok, akik hajlandóak tenni és dolgozni az autósportért, és abban biztos vagyok, hogy miközben időre is van szükségünk, azért viszonylag hamar el lehet érni egy-egy kisebb eredményt. Ez a meggyőződés, amit említettél, ez mire alapul? Az elmúlt három évben végzett munkádra, ami talán kevésbé volt látványos az autósport területén, Igen. vagy pedig benne, nyilván benne van az előtte levő munkád és az újságírói munkád is? Igen, de nagyon érdekesen alakult az én pályafutásom, hiszen 2019-ben, amikor viszonylag hirtelen egy karrier véget ért az életemben, azután sem szakadtam el az autósporttól. És egyébként itt muszáj a Hundáról beszélünk, hiszen ez egy egyértelmű jele annak, hogy igen, a jelenlegi kormányzat foglalkozna az automotorsporttal, meg nyilván a mobilitási ügyekkel, közlekedésbiztonsággal és egyéb kapcsolódó területekkel, hogyha ez egy szervezet formában történne. És az elmúlt három évben Egyrészt fölállítottuk ezt a szervezetet, ezt a, e, a Humda e, nevű szervezetet, amely rengeteg területen aktív, és az borzasztóan sok tapasztalattal járt. A másik pedig, hogy egy olyan műhely munka vette kezdetét, ahol egymásra találtak olyan emberek, akik e, alapvetően hasonlóképpen gondolkoznak az autó Ez nem jelenti azt, hogy mindenben mindig egyetértünk, hiszen nekünk is vannak szakmai vitáink, és igenis győzködjük sokszor egymást, de egy olyan műhelymunka vette kezdetét, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó talaja annak, amire mondjuk az mnas stratégiát lehet építeni. Ilyen fórum, ilyen platform eddig nem volt Magyarországon. Tehát összejött néhány ember, akiknek volt egy elképzelése, egy határozott elképzelése az automotorsport működéséről, és gyakorlatilag ezzel kis túlzással, de megalapoztuk azt a stratégiát és azt a szemléletet, amit most MNAS elnök jelöltként például ezen az országjáráson elmondok az érdeklődőknek, és amely egyébként tényleg a stratégiának a fontos elemeit képezi. Azért ez nem egy spanyol viasz, hiszen ha valaki fölkalandozik az FIA honlapjára és megnézi azt a honlapot, akkor ez egy icipici menüpont a világbajnokságok menüpontja, sok-sok egyéb más menüpont is van ott azon az oldalon. Látszik, hogy a Nemzetközi Szövetség is körülbelül ilyen stratégia mentén gondolkodik, egy nagyon széles bázist próbál teremteni az autosportnak. Igen, hát a spanyol viaszt meg a meleg vizet nem nekünk kell föltalálni, egész egyszerűen figyelnünk kell azt, hogy mi történik a világban. És ebből a szempontból ez az időszak rendkívül érdekes, mert az is meggyőződésem, hogy az automotorsport egy picit önmagát próbálja újra definiálni. A technológia, az egésznek a szexi, vonzó mi volta az azért alapvetően sérült mondjuk az elmúlt időszakban. Nem divat már néhány liter foszilis üzemanyagot elégetni csak azért, mert szeretnénk magunkat jól érezni, legalábbis a társadalomnak bizonyos rétegei. Globálisan így gondolkoznak az automotorsportról, miközben egyébként ott van egy jelentős tömegbázis, amelyik lehet, hogy reszelgeti otthon a versenyautóját, és hétvégenként valahova kimenne vele versenyezni, abszolút amatőr versenyzőként. Tehát valóban az FIA-nak a törekvéseit leképezni, és ezt átfordítani a hazai viszonyokra, ez egy rendkívül fontos vállalásunk, hiszen az mégiscsak egy globális irányító szervezet, amelynek van egy elképzelése az autósportról. Az egy másik kérdés, hogy ez az elképzelés jó-e vagy nem, hiszen érkeznek az újabb és újabb technológiák, ezek kíváncsian figyeljük. Én magam is egyébként, hogy egy elektromossá tett Rallycross világbajnokságnak milyen ereje van a nézők számára. Egy formula E, mit tud kezdeni az elektromos hajtással, miközben Lemonra már építik a hidrogénhajtású autókat. Tehát a technológiai forradalom az zajlik, de közben azt is látni kell, hogy a jó öreg belső égési motor még mindig itt van, és lehet, hogy két-három év múlva megérkeznek olyan szintetikus üzemanyagok, bioüzemanyagok, amelyekkel meg lehet hajtani ezeket az autókat és működni tetni lehetőket. Hát ugye Sebastian Vettelnek több bemutatója volt az idei szezonban, az egy szenzációs pillanat volt, amikor Silverstone-ban az 1992-es Nigel Mansell féle világbajnoki williams úgy bemutatózott, hogy szintetikus üzemanyag hajtotta az autót. Tehát gyakorlatilag környezetterhelés nélkül, vagy minimális környezetterheléssel előállított üzemanyagot használt az az autó, amivel 1992-ben Nigel Mansell világbajnoki címet nyert. Tehát technológiai forradalom is történik, de nyilvánvalóan ez a globális kép, és nekünk most arra kell koncentrálni, hogy idehaza Magyarországon rendet tegyünk az autósportban. Nem elég, hogy tele van feszültséggel, érzelemmel a rendszer, hanem gyakorlatilag nem működik tisztán és átláthatóan egy szövetség, és szerintem messze nem tölti be azt a funkciót, ami egy 21. századi sportági szakszövetségnek a funkciója a dolga lenne. El is érkeztünk a stratégiádnak az első pontjához, a szövetség korszerűsítése és új struktúra, struktúra kialakítása. A, én ebben láttam egy nagyon érdekes pontot, és el is gondolkodtam, hogy vajon komolyan gondolod-e, vagy gondoljátok-e, hogy minden szerződés nyilvános? Igen, minden. Nagyon minden, veszélyes. Minden komolyan gondolunk, ami ebben a stratégiában le van írva. Na de hát ez ez az alapvető működéshez szerintem a tiszta átlátható viszonyok megteremtéséhez hozzá tartozik. Én azért nem gondolom, hogy veszélyes, mert igenis mindenkinek joga van tudni azt, hogy milyen szerződések mentén dolgozik, kikkel dolgozik együtt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, úgyhogy ez az első és legfontosabb lépés. Már csak azért is, mert ugye rengetegszer fölmerül a kérdés, hogy vajon bekerülhet-e a támogatott sportágak körébe az autósport. Erről még nem tudunk beszélni addig, amíg a tiszta viszonyokat ki nem alakítjuk. Tehát ez nincs még napi renden. Igen, szeretnénk majd ebbe az irányba elvinni, a lehetőségét szeretnénk megadni, de ehhez az első lépés az, hogy tisztán és átláthatóan, transzparensen működjük. De, de is szül, ha, 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 meglátnak egy szerződés mennyiséget a, a sportban. Tehát ahhoz, ahhoz nagyon nagyon jól tájékozott és belátó és logikusan gondolkodó tagság kell, hogy ezt megértsék, hogy ez miért fontos, és elfogadják, hogy igen, lesznek olyan szerződések, amiből adott esetben versenyzőként azt gondolhatom, hogy vehettem volna négy gumit, hát miért nem nekem adták a négy gumira? Igen, és ezt a szemléletet kell valahogy átadnunk a tagságnak, és például ez az országjárás, ez erről is szól, hogy most ezt a fajta gondolkodást, ezt a sértettséget, az irítséget adott esetben egy picit tegyük félre. Mert azt gondolom, Oi. azzal semmi baj nincs, hogy egymás riválisai vagyunk a versenypályán. Viszont van egy nagy egész, amit úgy hívnak, hogy magyar autósport, és abban legalább annyira zárjunk össze, hogy érde, az érdekeinket hatékonyan tudjuk képviselni, és adott esetben ezt a tisztaságot ezt megteremtsük. Valóban szemléletváltásra van szükség. Ez rendkívül fontos abban az országban, ahol egyébként a rally versenyeken, rally cross versenyeken nem akarok szakágat kiemelni, de árgus szemekkel figyelik egymás autóit, hogy milyen matricák kerültek föl az előző verseny Képest, és akkor megkeresik azt a szponzort. Tehát pontosan látom, hogy mi a realitás, de azt gondolom, hogy ezt kell elmagyarázni a tagságnak, hogy ezen egy kicsit felül kell emelkedni, mert gyakorlatilag pont ez az a zavaros közeg, ahol néhányan nagyon szépen és hatékonyan haláztak. Ebben segíthet, hogyha megerősítitek a versenyzői érdekképviseletet? Ugye mindig mindenki azt mondja, hogy versenyzői érdekképviselet, de a valóságot, a tartalmat mostanában nem láttuk e mögött. Sajnos nem, és ez is egy nagyon fontos pontja a stratégiánknak, hogy igen, a versenyzőknek ott kell lenniük, és képviselni kell az érdekeiket, és meg kell őket hallgatni arról, hogy szerintük hogyan működik jól adott esetben egy versenysorozat, egy szakág, és így tovább. Tudom, hogy ezek egyébként nagy álmok, de mindenképpen szeretnénk a párbeszéd irányába elvinni a mi Tehát ezért állok oda a tagság elé, nem is csak a tagok, hanem az érdeklődők elé ezeken a vidéki és budapesti állomáson, hogy erről beszélgessünk. Ez szokatlan. Ez látszik, hogy szokatlan. Ehhez ez a közösség, ez, ez nem szokott hozzá az elmúlt időszakban, vagy inkább elszokott tőle. Nagyon fontos egyébként a közösségépítés. Jelen pillanatban a a hazai autósport nem működik közösségként. Miközben látjuk, hogy mindennél fontosabbak ezek a mikroközösségek, amik valamilyen, nem tudom, habarcs mentén, de összetartják a, az adott közösséget. Meggyőződésem, hogy lelkileg is egy megtisztulási folyamat lesz. Most ezek tudom, hogy nagy szavak, de alapvetően ezt is el, megpróbáljuk elérni, hogy, hogy egy picit más lelkiséggel tekintsünk az autósportra, mert az meggyőződés, ami még mindig neki szereti, aki ezzel foglalkozik, aki mondjuk eljön egy ilyen beszélgetésre, látszik, hogy ott van benne a szenvedély, csak már apatikus, mert az elmúlt években azt szokta meg, hogy nem történik úgyse semmi, és úgyis átverik a nap végén, és hogy neki úgyse lesz jó. Úgyhogy a versenyző érdeképviseletre visszatérve, nagyon-nagyon fontos Tartom, hogy azok, akik csinálják, azok, akik alakítják és formálják ezt a sportágat, azok hallathassák a, a hangjukat. Nyilván mederbe kell terelni. Tehát nagyon érdekes tapasztalata volt mondjuk az első győri állomásnak, hogy az egyrészt volt egy stratégia bemutatása és egy elnök jelöltnek a személyes bemutatkozása, de legalább annyira volt egy pszichológiai kezelés. Ami azért ijesztő volt, hogy mennyi feszültség van ebben a rendszerben, és mennyi sérelem van ebben a rendszerben, mederben kell tartanunk, ez nyilvánvalóan nagyon fontos. De az, hogy a versenyzők hallathassák a hangjukat, az elengedhetetlen egy jó működéshez. A kettes pont a szakemberképzés dinamizálása. Ez számomra nagyon érdekes, ott az egyik alpont a sportbírók képzése. Ugye van egyrészt egy magyar autósport, a világ legjobb sportbíróival, akik Lömánban, 24 órás versenyeken, Forma 1 futamokon remekül teljesítenek és mindig kiemelik őket. Ugyanakkor ott a másik oldal, jellemzően a rally, ahol éppen az Emplé rally előtt lasszóval kellett fogni a sportbírókat, akiknek a nyilvánvalóan nem az ő hibájukból fakadóan, de a képzettsége az nem volt megfelelő. Tehát a, a két ellenpólus között kell megtalálni, vagy felzárkóztatási folyamatot kell végrehajtani? Muszáj lesz. Ugye érdekes, a, a, Forma egyet nem lehet megkerülni, hiszen az a korona ékszer. A magyar autósportban is 1986 óta minden évben itt vannak a Hungaroringen, ami egy óriási dolog. Tehát ez minket fölrakott a nemzetközi térképre. Ugyanakkor megint csak az összes többi sorozatra, szakágra gondolva kell a tömeg Bázis. Azok a sportbírók, akik egyébként tényleg a szenvedélyüktől hajtva önként áldozzák fel a hétvégéiket, amiket adott esetben a családjaikkal is tölthetnének, hogy, hogy az autóverseny egyáltalán megrendezhető legyen. Borzasztó. Aki egy egyes Sons, is ott áll a pályaszérén a porba? Abszolút, pontosan így van. És erre a szenvedélyre igyekszünk alapozni, és őket szeretnénk megbecsülni. Én például nagyon-nagyon álmodozok és, és tervezem azt, vagy arról, hogy évente egyszer összehívjuk a sportbírókat a hungaroringre, elhozhatják a családtagjaikat, megmutathatják a gyerekeiknek, a feleségeiknek a kockázászlót, a sárgazászlót, kimehetnek a posztokra, és közben főzünk egy babgulyást, meg egy paprikás krumplit, és jól érezzük magunkat. Tehát ezt a fajta közösségépítést is szeretném megkezdeni, hogy megbecsüljük a munkájukat, a másik pedig, hogy nyilvánvalóan folyamatosan képezni kell őket. És ez egy óriási kihívás globálisan, mert akkora már a média zaj, és annyi szórakozás, Lehetősége van a fiataloknak, hogy az autóverseny az egy dolog, de simán lehet, hogy teljesen mást fog választani. Tehát nagyon kevés az utánpótlás, vagy a tömegbázis nincs meg. Ezt próbáljuk ennek a becsületét, ennek a tisztességét valahogy visszaállítani, és nyilvánvalóan megbecsülni azokat, akik ezen dolgoznak, és nagyon jó lenne egyébként. Ez irányba tettünk is lépéseket, hogy mondjuk képzéseket hozzunk Magyarországra. Tehát még csak el se kelljen utazni külföldre, hanem az FIA-val szorosan együttműködve azt mondani, hogy oké, okay, akkor néhány rali versenyen, néhány pálya versenyen, de Magyarországon tartunk képzéseket sportbíróknak. Úgyhogy ezt ezt a feladatot ezt nem lehet elodázni, hiszen ahogy mondod, tényleg alig volt meg a megfelelő számú sportbíró a Zemplén, Alén, és ez csak egy eset, sajnos nagyon sok ilyen van. A kettes pont ebben a pontban a versenymérnökök és versenyszerelők képzése. Azt gondolom, hogy ezt, ezt talán csak ki kell bontani, hiszen remek példák vannak Magyarországon, Tagajék, Tobzoliék, a VTCR-be ott a magyar szerelő, Borsos Peti, a Rali sorolhatnám még a neveket, és a Humdának is van egy ilyen e, ága, ahol versenymérnökök versenyszerelők képzésével foglalkoznak. Ott a Mami, a motoros ugye motoros nyilván nem autósport, de jó, jó példák vannak erre. Ami számomra nagyon nagy büszkeség, hogy a magyar mérnökök, szerelők ott tudnak lenni a világ élvonalában. Tehát, hogyha egy bizonyos fajta hitet elcsöpögtetünk ebben a rétegben, ebben a közegben, akkor igen, odaérhetünk a, a világ élvonalában, és nem mellesleg ez egy nagyon jó üzlet is el tudsz jutni mondjuk a forma egyik, hogy Landon Norris teljesítmény mérnöke legyél magyarként. És hát nyilván a bári testvérek jó példával jártak elő. Erre szeretnénk ráerősíteni. Tulajdonképpen ez a pont azért került be a stratégiába, mert nem szeretnénk megkerülni azt, hogy a technológia fejlődésével valamilyen formában lépést kell tartania egy jól működő sportági szakszövetségnek. Ugye nagyon érdekes az autósport ilyen szempontból, hiszen itt itt van egy eszköz, itt van egy technikai eszköz, amit ki kell fejleszteni, amit folyamatosan szervizelni kell, amit működtetni kell a lehető leghatékonyabban. Úgyhogy erre próbálunk olyan ösztönzőket beépíteni a rendszerbe, hogy igenis legyen kedve egy fiatalnak erre a pályára lépni, és egyébként pedig ennek az üzenete az is emellett, hogy valahogy a technológiai, technológiával foglalkozó szakmákat azokat is egy kicsit népszerűsítsük az autósport által, hiszen kevés a szakember, miközben Magyarországon jó néhány autógyár van, a gyakorlatilag most már az összes három, a nagy, a három nagy német gyártó az itt lesz a BMW gyár megérkezésével is, tehát gyakorlatilag szeretnénk egy kicsit ezt is ösztönözni, vagy ezt is népszerűsíteni ezzel, de jó példák megint csak vannak, erre kell ráerősíteni, hogyha egy fiatal mérnök hallgató arra adja a fejét, hogy szeretne gokárt vázat állítani, vagy állítani, akkor ezt megtehesse, és egyébként pedig legyenek olyan utak, amivel akár nemzetközi fronton is kipróbálhatja magát, illetve olyan tudást szerezhet meg, amit aztán hazahozva tudja ennek az egésznek a színvonalát itthon emelni. Akár az is lehet, hogy ez, a, ez lesz az alapja annak, hogy a fejlesztés is Magyarországra kerüljön? Tehát, Igen. hogy itt készüljenek az új technológiák? Ne csak megtanuljuk, hanem készítsük és, és Igen, ugye a Humdának volt egy, és van is egy ilyen elképzelése, hogy egy ilyen kisebb fajta automotorsportos szilíciumvölgyet, például a Hungaroringen, a Hungaroring környékén létrehozzon. Mindenképpen kellenek a szakemberek, akikkel, akikre ezt lehet építeni, és például Bári Gergő fantasztikus munkát végez ezen a területen is, és feltérképezte azokat a globális mérnök versenyeket, amin elindulva hazai csapatok, hazai intézmények, egyetemek, főiskolák, csapatai tudást, tapasztalatot tudnak szerezni, és megfertőződnek az autó, autósport világával. Említettük már a nemzetközi versenyeket. Van ugye Hungaroringen Forma 1-es futamunk nagyon régóta. Itt van a VTCR, jövőre nem lesz itt, hiszen megszűnik a sorozat, de mégiscsak eljutott hozzánk. Volt DTM-ünk, volt a RC futamunk, sajnos most nincsen, van Kamion Európa bajnokságunk. Milyen nemzetközi versenyek jogának elnyerésre gondoltál még, hiszen már így is nagyon sok van? A DTM-et például voltként említett, hogy sajnos most nincs itt a német túrautó bajnokság, ami szerintem egy picit karakterét vesztette az elmúlt időszakban, ugyanakkor max Maximálisan értem, hogy Gerhard Bergerék miért léptek arra az útra, hogy a GT1-es szabályrendszert használják. A túlélésnek gyakorlatilag az egyetlen esélye volt, és én éppen a Red Bull ringen voltam, kint az utolsó előtti futamon a DT-ben, és ez, ez még mindig egy nagyon jól fölépített brand vagy, vagy termék. Rengeteg olyan sorozat van és indul. Most például nem olyan régen jött a hír, hogy egy közép, kelet-közép-európai zóna versenysorozat indul Forma 4-es autókkal. Tehát gyakorlatilag a Gokárt utáni első lépcsőfok az autóversenyzésben, és ebben Magyarország is benne van. Nyilvánvalóan az utánpótlás képzés, nevelés miatt is fontos, hogy ezek a versenysorozatok itt legyenek Magyarországon, de szeretnénk minél többet vendégül látni. Tehát az látszik azért, hogy autósport még mindig van, bár keresgéli mag, át, ugye VTCR nem lesz, megnézzük, hogy az LTCR, az elektromos túrautózás az át tudja-e a vtcr nek a helyét, vagy valamilyen űrt be tud-e tölteni, és nyilvánvalóan az szerintem egy óriási blama elnézést a kifejezésért, hogy, hogy volt egy Rally Európa bajnoki futamunk, amit hosszú évek kemény munkájával sikerült újra Magyarországra elhozni, és aztán néhány év alatt elvesztettük a bizalmát a promóternek és az FIA-nak, mert egész egyszerűen nem tudtunk úgy versenyt szervezni, hogy a, a biztonsági előírásoknak megfeleltünk volna. Ott volt a magyarsasági szakaszok jó néhányán legutóbb, amikor még Európa-bajnoki futam volt a nyíregyházi verseny. Borzasztó volt látni, ami ott történik. Borzasztó volt látni azokat a nyelveket nem beszélő, felkészületlen sportbírókat, akik azt sem tudták, hogy mit kell csinálni. Ehhez kell a képzés. Ehhez kell a képzés. Nyilvánvalóan nem fogom a ö, finn világbajnoki rali futammal összehasonlítani a miénket. Bár miért ne tenném, hiszen meggyőződés nem, sem, hogy azért a ralinak itt is van egy olyan múltja, olyan tömegbázisa, mint mondjuk a skandináv országokban. De én kint voltam nyáron a finn Ralin. Kulturált, jó megjelenésű, angolul kifogástalanul beszélő, felkészült sportbírók álltak a pálya szélén, és én, mint turista, ha kérdeztem valamit, azonnal tudott válaszolni. Megmutatta a térképen, megmutatta, hogy mikor indul, merre kell indulnom, és megkért egyébként, hogy a végig kiszalagozott pálya mellett haladjak, és még véletlenül se keveredjek be a pályára. Nem mellesleg az erdőben egyébként 20 méterenként ott volt egy szemedesák föl akasztva a fákra, és egyébként nem voltak szomjasak a frínzulkolók, de valahogy nem dobálták el a e, sörös dobozaikat. Tehát egész egyszerűen ennek a kultúráját kell visszahozni, mert szerintem ez megvolt Magyarországon. Az emberek, amikor a salgóralira jártak meg, a meccsekralira jártak a 80-as években, 90 es években tudtak viselkedni a versenypályák szélén. Csak valami elromlott az elmúlt időszakban. Meggyőződésem, hogy az romlott el, hogy az MNA ezt nem töltötte be megfelelően a funkcióját, és nem edukálta például a nézőket. Nem foglalkozott velük, sem a sportbírókkal, sem a nézőkkel. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy ezt a kultúrát újra meg lehet teremteni Magyarországon, és nyilvánvalóan szerintem egy jól működő szövetségnek kutya kötelesség, hogy ezen dolgoznak. Lehet ezek kisebb versenyekre is vonatkozhat, hiszen számtalan ma magyar járát, például a Horvátország, Szanda, Domeni de itt a Barum is, ami közel van, és nagyon sok Jó. magyar megy oda. Tehát tudnak a magyarok viselkedni? Pontosan. Tud, szeretnek ilyen eseményekre menni, lehet, hogy ezeket is ide kellene csábítani. Igen, Finnországban is találkoztam a pályaszélén magyar szurkolókkal egyébként. Igen, ha már említett a Barumra, ugye nagyon sokan átjárnak nézőként, versenyzőként is természetesen. Most azért ütötte meg a fülemet, hogy pont a baromot mondtad, mert évek óta a hazai szövetség valamiért nem figyel arra, hogy a saját versenynaptárját összehangolja a nemzetközi versenyekkel. Tehát ha tudjuk, hogy van a környéken egy általunk is kedvelt, és a hazai szurkolók és versenyzők körében is népszerű verseny, akkor arra a hétvégére nyilvánvalóan nem tervezek ide haza bajnoki fordulót, hogy el tudjanak indulni, meg el tudjanak menni nézőként egy másik versenyre. De abszolút visszatérve a kérdésedre, igen. Tehát amikor a magyarok megérkeznek külföldre, mert a körülmények egyébként meg vannak teremtve, akkor egyszerűen tudják, hogy egy rally versenyen hogyan kell és hogyan szabad viselkedni. Tegyük azért tisztába gyorsan, hogy miért beszélünk ennyit a rallyról. Ugye hozhatnánk a jó példákat, visszajött Nyirándra, az Európa Bajnokság remek rendezvény volt. A Rabocsi Rengen, a rallycross versenyeken, a környező országokból mindig, mindig nagyon sok külföldi versenyző érkezik. Ott van a Terepralli világkupa futam, ahol rengeteg külföldi van, jól érzik magukat, Igen. szeretnek hozzánk jönni. Ugye a rally az azért egy picit neuralgikus pont ezen a téren, mert hogy nem zárt pályán van, nincs kerítve, nem lehet nagyon egyértelmű szabályozást létrehozni. Ez a legnehezebb ebből a szempontból, és jó, hogy mondod, hiszen nek nekem is figyelnem kell arra, hogy ne vigye el túlságosan a gondolkodásomat, csak a rali. Ugye ez a legnépszerűbb, ez a legnépesebb szakág, bár lehet, hogy ezzel is lehetne alapvetően vitatkozni, de mégiscsak a legtöbben egyébként talán a rali versenyek, meg a rali élet alakulását figyelik Magyarországon, és azt látom, hogy nagyon sok probléma alapvetően a raliban gyökerezik, és ahogy te is mondod, nagyon sok jó példa van arra, hogy hogyan lehet jól verseny, versenyeket menedzselni, promóteri szemlélettel megszervezni Magyarországon, és ezt az MNS nyilvánvalóan szeretné támogatni, nem beszélve a gokárt versenyekről, utánpótlást nevelésben rendkívül fontos szakág. Érdekes, mert a Győri ankéton, szurkolói ankéton nekem szegezték a kérdést, hogy vajon én, aki a pályaversenyzés világából jövök, mert hát végül is mégiscsak a formaiben töltöttem pályafutásom egy jelentős részét, vajon nem gondolkodok-e túlságosan pálya autós szemmel, fejjel, és hogy nem lesz-e mostoha gyerek a, a rali. Úgyhogy ezt egy kicsit túl kompenzálom, és elkezdtem a ralival nagyon sokat foglalkozni, de azt látom egyébként, hogy rengeteg probléma az a, a raliban gyökerezik, és hogyha azt egy picit ki tudjuk tisztítani, azt egy picit jó vágányra tudjuk állítani, akkor azért annak az egész a hazai autósport életre jó hatása lehet. De természetesen az összes szakággal szeretnénk foglalkozni. Más kérdés, hogy Érdemese felülvizsgálunk a szakágakat, a technológiai fejlődés, az érdeklődés szempontjából, hogy mely szakágak azok, amelyek esetleg szenvednek, és melyek azok, amelyek ugye mondjuk új szakáként kialakulnak. Hogy csak egy példát hozzak, Tudom, hogy van hegyi felfutó szakág, és ennek Magyarországon van ö, múltja, de legjobb tudomásom szerint 2022-ben nem rendeztek hegyi felfutó versenyt. Pedig azért vannak olyan vidéki fellegvárak, ahol ezt meg lehetne csinálni. A kérdés az, hogy rentábilisan jó szervezettséggel egy ilyet meg lehetne ö, rendezni. A másik, én például nagyon hiszek a rövid versenyekben, tehát akár az egynaposokban, amatőr versenyekben, hegyi felfutóban, akár még raliban is. Ö, hiszen a világ megint csak e megy, hogy egy gyors, intenzív élményt akar szerezni a néző, a szurkoló, aztán megy tovább, és egyébként csinál valami mást a szabad idejében. Tehát, hogy ezt a fajta szemléletet szeretnénk meghonosítani az MNAS-ben, és valóban azért beszélünk ennyit a rallyról, mert abban nagyon sokan vannak, és szerintem a problémák is alapvetően a rallyban gyökereznek leginkább, de nyilvánvalóan figyelünk az összes többi szakágra is, hát mit mondhatnék mást, azért magam is pályaversenyeztem két évig, a karosszéria lakatosoknál nagyon jól is éltek abban a két évben, mert sokszor összetörtem a Suzuki swift -et. Igen, az emlékezetes borulásodat, mert többször elmesélted nekem is. Haladjunk tovább, utánpótlás nevelés, ugye talán ez a legegyértelműbb uh, terület a te esetedben, hiszen ebben dolgozol, a Honda is ebben dolgozik, a Honda podcastban bemutattuk a Honda Akademi 29 versenyzőjét, ahol nagyon fontos, hogy ezt a 29 versenyzőt több száz versenyzőből választottátok ki, Igen. úgy, hogy létrehozott a Honda egy kiválasztási rendszert, ami Tessék csak belegondolni, én mindig megdöbbenek rajta, hogy a 11 éves gokartost össze tudják hasonlítani ez ebben a rendszerben a 28 éves triálmotorossal adott esetben. Tehát itt, itt már el is indult maga az a folyamat, amiből nyilván lesznek tapasztalatok, és ezeket kell újra beépíteni. Nem biztos, hogy ez a HUMDA feladata, vagy, vagy, vagy a szövetségé, vagy pedig közösen kellene ezt csinálni. Az, amit a HUMDA Akadémivel csináltunk, az eddig példanélküli Magyarországon, az automotorsportban, hiszen motorversenyzőkkel is foglalkoztunk. Az, hogy összeállítottunk egy ilyen kiválasztási és támogatási szempontrendszert, és körbejártunk a kollégáimmal európai programokat. Megnéztük a Red Bull Junior programot, megnéztük a Renault-nak az utánpótlás képző programját, adott esetben a Francia Autószövetségnek az utánpótlás nevelő programját. Viszonylag sikeres lett egy Sebastian Lőb meg egy Sebastian Ozsié a program eredményeként. Szóval ezeket mind végignéztük, aztán szintetizáltuk, kicsit összevetettük egymással, és nyilván megpróbáltuk a hazai viszonyokra alkalmazni, de ezt a munkát ezt soha senki nem csinálta még meg a magyar autó és motorsport történetében. Ha valamire büszke vagyok az elmúlt három évben, az például ez a Humda Academy. És igen, ennek is megvannak a hibái, de azt mondtuk, hogy az összes hibával együtt csináljunk meg valamit, induljunk el, legyen meg egy nulladik szint, sőt a mínusz első az mondjuk Sebestyén Péter motorversenyző volt, aki szegény tényleg valamiféle ilyen kísérleti alanyként kellett, hogy beleálljon ebbe az egészbe, de vállalta becsületére szóljon, és elkezdtünk fölépíteni egy rendszert. És ahogy mondod Robi, gyakorlatilag ez magával hozza már az összes többi tapasztalatot, hiszen látjuk, hogy a kiválasztott versenyzők megfeleltek-e az elvárásoknak, mi csúszott esetleg félre, hogy eredménytelenek voltak. Ezt mind-mind megvizsgáljuk. Nagyon sok kérdést teszünk fel saját magunknak is erről. Hiszen amikor kitaláltuk ezt a programot, azt mondtuk, hogy ez nekünk is egy tanulási folyamat lesz, de el kell indulni, és ezeket a tapasztalatokat be kell építeni, visszaépíteni a rendszerbe. Rendelkezünk egy tudással, aminek, hogy mondjuk az MNAS-ben lenne a helye az autosportos szakágakat illetően vagy nem, arról lehetne beszélgetni. Szerintem egy jól működő szövetségnek igenis kellene, hogy legyen egy ilyen programja. De mivel ez nem volt meg, ezért fölvállaltuk ezt a feladatot, és rengeteg értékes tapasztalattal gazdagodtunk, és megint csak beleláttunk abba a közösségbe, annak a közösségnek egy részébe, amelyel most szeretnénk együtt dolgozni, nevezetesen az autósportban érdekeltekkel. A Racing Dead, ugye ez egy nagyon ismert angol kifejezés, és a versenyzői apuk apukáknak a um, helyzete vagy um, léte az az tagadhatatlan, és egyébként meglehetősen nehéz a versenyző apukákkal dűlőre jutni, vagy zöldágra vergődni. Úgyhogy az én nagy álmom például az, hogy ez a kiválasztási program, ez majd abban csúcsosodik ki, és az MNAS-nek lehet, hogy ebben kell, hogy szerepet vállaljon, hogy, vagy lesz szerepe, hogy magunkra csukjuk a hungaroni ajtaját, megköszönjük a szülőknek, hogy elhozták a bejáratik a csemetéket, akikről meggyőződésük, hogy a, ők a következő Lewis Hamiltonok és Max Verstappenek és Sebastian Lőbök. Yeah. Ö, és ez rendjén is van így, legyenek elfogultak a szülők a, gyerekeikkel, de magukra csukjuk, magunkra csukjuk a hungaroring ajtaját, és ott leszünk három napig. Különböző autókat hozunk a pályára, különböző feladatokat kell végrehajtani a versenyzőknek, a kiválasztottaknak, és egyébként folyamatosan mérjük a teljesítményüket a pályán, és a pálya mellett. És akkor majd, amikor eltelik három nap, akkor kijövünk, és nekünk van egy nagyon-nagyon precíz eredmény sorunk arról, hogy kiben milyen potenciál rejlik. Ugye ez ezért azért nagyon fontos, mert az Autósport, akár tetszik, akár nem, egy költséges játék. Tehát már gokártos szinten is sajnos nagyon megterheli egy családnak a költségvetését, hogyha egy tehetséges fiatal versenyzővel akár csak egy hazai bajnokságban szeretnének végigmenni. Viszont az, hogy akár piaci szereplőket, akár állami támogatást vonjunk be ezeknek a versenyzőknek a, a támogatásába, ahhoz meg kell néznünk, hogy ki kapja a pénzt, mert lehet, hogy egy garnitúra gumi igen, adott esetben sokat segít a következő verseny hétvégére, de hosszabb távon erőteljesebben nem löki előre, nem segíti a fejlődését egy fiatal versenyzőnek. Ezért aztán kutya kötelességünk megnézni azt, hogy az a erőforrás, amit erre tudunk biztosítani, az kinek megy, ki kapja ezt a támogatást. És még ez sem garancia semmire. Te tudod a legjobban, Robi, hogy az autósportban azért az még mindig kevés, hogyha van alattad egy jó technika, és jó a jármű, amivel te versenyzel, hiszen ahhoz még egyéb összetevőknek is stimmelnie kell, jó mérnöködnek kell, hogy legyen. Még szerencsének is kell, hogy legyen egy-egy adott verseny hétvégén, hogy a végén összeálljon minden, de a kötelességünk az, hogy mondjuk erre a támogatásra úgy felkészítsük a rendszert, hogy igen, legjobb tudásunk szerint kiválasztottuk azt, aki szerintünk a legjobb lehet, és akiben a legtöbb potenciál rejlik. Tehát ezt a tudást, ezt mindenképpen szeretném MNASZ elnökként áthozni a Nemzeti Autósport Szövetség működésébe, és megint csak meghonosítani ezt a szemléletet. Egyébként ez egyfajta minőségbiztosítási rendszer is, hiszen mértétek a versenyzőket. Nincs is nagy felháborodás, hogy a több száz versenyzőből miért pont Igen. ez a 29 lett, hiszen ott vannak az objektív Igen. szempontok, ami alapján kiválasztottátok őket. És hát a bizonyíték arra, hogy akármennyire is első év, akármennyire is kezdeti próbálkozás, azért ez az asztal nem lenne elég, hogy az idei Honda akademista trófeákat összegyűjtsük. Pontosan így van az, hogy Hideg Ádám junior világbajnoki ezüstérmes lett, és ő ott volt a kiválasztottak között, az mindenképpen egy pozitív Visszajelzés, és valóban nagyon sokan értek el komoly sikereket, de nem szabad hátradőlni, tehát ezt fejleszteni kell, ezt a rendszert, és egyébként ebből ki is lehet kerülni ebből a körből, és nyilvánvalóan nyitott a dolog, mert azért különböző életszakaszban, különböző fejlettségi szinten lévő, akár nagyon fiatal versenyzőket tényleg nehéz összehasonlítani, és nehéz megállapítani azt, hogy kinek bontakozhat ki a tehetsége, de az összes tudást, amit ezzel kapcsolatban megszereztünk, azt a szeretnénk ebbe a rendszerbe beépíteni. Meggyőződésem, hogy ezt folytatni kell, akár az MNAS-ben. Csak egy rövid kitérő, például a Gokarcsúli az, az erre jó, hogy a, akár a Honda Akadémiba képezze a versenyzőket, tehát már egy szinten lejjebb léptetek. Pontosan így van, tömegbázist kell kialakítani, és megnézni, hogy milyen az a merítés, vagy egy nagyot meríteni azokból, akik potenciális versenyzővé válhatnak. Senki, nem lesz mindenkiből világbajnak, ezt fontos elmondani. De hogyha egyrészt lesz egy elhivatott, az autósportot értő fiatal, akkor már tettünk valamit a, a nagy ügy érdekében, és hát tényleg az, amit például Kálmán Petiék csinálnak a Gokárdban az utánpótlás nevelés szintjén és egyébként nemzetközi porondon is az egyszerűen szenzációs. Tehát, ne, tehát miért ne üljünk le vele és kérdezzük meg, hogy mi az, amit te jól csináltál az elmúlt 25-30 évben. Maga is egy fantasztikus versenyző volt, és aztán elkezdett egy, egy csapatot üzemeltetni, és most egyébként a második generációs Montóják, meg Barikellók, meg Vurcok versenyeznek, vagy a csapatában, vagy annak közvetlen közelében. Van egy tudás a fejében, van egy tapasztalat tapasztalatrendszer nála, amikor azt mondjuk, hogy versenyzői képviselet és a tudás, a szakmaiság behozása az mnas be akkor erről is beszélünk. Ötös pont, biztonság és a rendezvényekkel kapcsolatos folyamatok kialakítása. Sajnos szomorú apropója, hogy nemrég temettünk el egy szurkolót, ahol, ahol ott volt a rallis társadalom, de a biztonságért nyilván nem lehet mindent megtenni, hiszen az autósport veszélyes, ez mindig minden rendezvénynek a versenykiírásai így kezdődik. De ezzel, hogy a folyamatokat kidolgozzuk, azzal, hogy egységes kritériumrendszer alakul ki, azzal, hogy megfelelő sportbíróképzés, képzés, és akkor itt visszautalunk az eddigiekre, azzal, hogy, hogy megfelelő oktatás van a versenyzői szinten is, mégiscsak lehet tenni nagyon sokat a biztonságért. Azt hiszem, hogy morálisan megkérdőjelezhető lenne, hogyha ezt beemelném a kampányba, ezt a tragédiát. Miközben kutya kötelessége a szakmai szövetségnek, a sportági szakszövetségnek mindent megtenni, hogy a súlyos esetleg végzetes baleset esélyét a minimálisnál is alacsonyabbra csökkentse. Nem lehet kizárni sajnos. Az autósport veszélyes. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy ezt lehetne sokkal jobban csinálni ma Magyarországon, de szándékosan kegyeleti okokból sem beszélek erről sokat. Aki járt a sarali versenyek környékén, meg az autósport környékén pontosan tudja, hogy ez sajnos a legnagyobb erőfeszítések ellenére is megtörténhet, de vajon megtesszük-e az összes erőfeszítést, hogy biztonságosan lebonyolítsunk egy versenyt? Én azt ígérem, hogy ha kialakítunk egy ilyen kritériumrendszert, egyrészt ki fogunk alakítani, és azt kőkeményen betartatjuk a rendezőkkel, a promóterekkel és saját magunkkal. Ez is nagyon fontos. Hogyha van valami a verseny a saját versenyszabályzatunkban, akkor azt ne köpjük szemen és ne ugorjunk át rajta. Mondok egy apró példát, ha például a, a rali versenyen, egy első osztályú rali bajnoki futamon én ö, aszfaltos szervizparkot írok elő a saját szabályaimban, akkor az ne legyen dagonya és por. Vagy segítsem a rendezőt azzal, hogy arra a hétvégére valamit kitaláljon, hogy igen, lehet, hogy nem érdemes 60 km-re rakni a szervizparkot a, a gyorsaságiknak egy jelentős részétől, ne kelljen sokat menni összekötön. De alapvetően akkor segítsem a rendezőt azzal, hogy valahogy, valamilyen megoldást találjon erre a problémára, ha már oda teszem a szervizparkot, ahol mondjuk nem tudom biztosítani a szilárd burkolatot. Ilyen apróságok. Tehát egyfajta tudásbázis az MNAS-ben, egyfajta eszközbázis Igen, az MNAS-ben, segíteni azt a rendezőt, aki adott esetben egy kicsi vidéki versenyt csinál. Nem kell, hogy legyen neki 216 darab patkavédő eszköze, Igen. hanem, hanem adott esetben a szövetség segít abban, hogy ezt előteremtse azon a szinten, abban a minőségben, ahogy az előírás. Tökéletesen, és egyébként miért ne lehetne a szövetség egyben egy szertár is? órákról sokan hmm. emlékszünk rá. Tehát ott vannak eszközök. Vidd el, használd ezeket, a szövetség lehet, hogy brandingelni tudja, tehát még reklámhordozó felület Egy is. Egy dobogó. Pontosan így van, pontosan. De hogy ezeket el lehet vinni a szövetségből, vigyázz rá, használd egészséggel, tedd rá a saját támogatóidat, de egyébként van néhány fix helye a szövetségnek, és akkor már is lesz egy egységes arcolatunk és egy egységes biztonsági ö, olyan feltételrendszer, amit nem csak elvárunk, hanem sik, segítünk megteremteni. De mondom a legfontosabb, hogy következetesek legyünk. Tehát saj, a saját szabályainkat legalább tartsuk be. Nem véletlenül került ebbe a pontba az edukáció kérdése, hiszen a biztonságért az edukációval lehet nagyon-nagyon sokat tenni, és itt most a szurkolói edukációra is gondolok. Igen, és megint csak a, a Ralit kell hozni példaként, hiszen ott a legnehezebben terelhető a szurkolói közeg, a közösség, vagy a közönség. Tehát nyilvánvalóan a rabócsiringen, meg Nyírádon fölülsz a lelátóra, fölmész a domboldalra, belátod a pályát, és jól érzed magad, és nem mész keresztbe a pályán. A Raliban ezt nagyon nehéz megvalósítani, de meggyőződésem egyébként, hogy meg lehet, és igen, beszélni kell a szurkolókhoz. Ez nehéz, és egyébként, amikor a kommunikációról, meg az edukációról beszélünk, az ugye azért kedvenc témán, mert mégiscsak ebből a világból jövök, de hogy hogyan lehet azt a média zajt átkiabálni egyáltalán, még hangosabban kell -e beszélni, vagy más eszközökkel, más módszerekkel, más üzenetekkel kell szólni a szurkolókhoz, hogy megértsék, hogy az alapvető fizikáját egy autóversenynek. Tudom, hogy álmodozásnak tűnik, de meggyőződésem, hogyha most megkérdezünk Tíz ralirajongóból 8 még mindig fogja tudni, hogy adott esetben egy kanyarban hova eshet be egy autó. Egész egyszerűen, mert járt versenyekre, és látott már ilyet, vagy képen, vagy videón, vagy, vagy a saját szemével. És aztán ő berohan, és föl, visszarakja a talpára a kocsit, hiszen ilyet is látunk. És ez is, ez az egy szépsége számomra a rali versenyzésnek. De azt a másik kettőt, aki nem tudja, hogy egy kanyar melyik ívére kell állni, ahhoz, hogy én biztonságban legyek, hogyha valami nem. Működik, hiszen az autósportban azért vannak technikai hibák, és a versenyző is hibázhat, akkor az a másik kettő is a tízből tudja, hogy hova. Eshet be egy autó. Minden megtörtént, a 1-ben is látjuk. Ki gondolt arra annak idén Román Grozan, pontosan oda fog beesni, pontosan úgy szorul be a, a szalakorlát két eleme közé, és kigyullad alatta az autó. Erre nem gondolt senki, de mégis megtörtént. Tehát a legszabályozottabb környezetben pontosan. is megtörténhet. Pontosan így van. De alapvetően mégiscsak edukálnunk kell a nézőket, hogy ha ez megtörténik, akkor ők ne éppen ott álljanak. És ehhez egyébként nagyon állhatatos munka szükséges, kitartóan ugyanazokat az üzeneteket valahogy átadva versenyről versenyre, verseny hétvégéről hétvégére, megtanítva őket arra, hogy hogyan kell mondjuk egy, egy rali versenyen biztonságban szurkolni, úgy, hogy, hogy mindenki hazaérjen. Tehát az azért nem egy járható út, hogy mondjuk egy rali Európa bajnoki futamon maga a hazai szervező kocsi vezetője vagy a jobb egyben ülő mondja azt a hangos beszélőben, hogy bújjatok el, aztán majd előjöhettek. Ez megtörtént, Robi. Személyesen láttam. Ez nem, nem fér bele. Bocsánat. Tehát nem kacsinthatunk ebből a szempontból össze a szurkolókkal, hogy verjük át a külföldi ellenőrt. És akkor majd visszajöhetsz a szőlőből, és akkor itt jön majd el melletted a e, e Bornától, vagy Herzig Norbert. Mindezt a 21. században, amikor nem lehet átverni valakit, hiszen mindenhol van egy kamera. Pontosan így van. És nem a kamera miatt fontos, hogy ezt betartsuk. Ez, ez a legfontosabb. Igen, tehát, tehát a, a betyárbecsület az számomra nem ezt jelenti az én szótáramban. Tehát igenis kőkemény szabályokat kell hozni, amit mindig betartunk és betartatunk, amihez ragaszkodunk, és amiről elmondjuk a szurkolónak, hogy ez érted van. Ezt meg kell vele értetni. Tehát ez, mondom, az, ami történt ezen az Európa bajnoki futamon, nem hittem a fülemnek, hogy ilyen létezik 2021-ben volt ez. Hogy, hogy mi magunk Szólítjuk fel a szurkolókat arra, hogy csak bújjatok el, és majd előjöhettek, ha elment az ellenőr autója. Bocsánat, ez nem fér bele. És ebből a szempontból egyébként, ez nagyon fontos hangsúlyozni, a szurkolók semmiféle engedményre nem várhatnak tőlem. Tehát én nem, nem kell, hogy engem ebből a szempontból mondjuk MNAS elnökként szeressenek, hogyha szigorú szabályokat fogok hozni, az ő érdekükben teszem. Majd szeretnek a barátaim, meg a családja, családtagjaim. De egész egyszerűen ez nem fog beleférni ezt most muszáj elmondani ebben a podcastban, ebben a beszélgetésben, hogy, hogy ilyen szempontból az csak a keménységben és a, és a hogy mondjam, következetességben hiszek. Erre is van megoldás. Éppen az láthattuk az Egralison, hogy ha szurkolói pontokat jelölsz ki, ami biztonságos, és szolgáltatásokat kapnak, a szurkoló oda fog menni. Így van. Mert tudja, hogy oda kell mennie, és nem, nem is próbál beállni olyan helyre, ahova, ahova nem szabad vagy tilos, mert nem érdeke. Tehát van jó hazai példa, és egyébként érdekes figyelni a szurkolóknak a, a hozzáállását, a véleményalkotását erről, hogy egyébként ők ezt megértik. Tehát ők hálásak azért, hogy foglalkoznak velük, és elmondják, hogy állj ide, egyrészt tök jó kanyart fogsz látni, meg izgalmas, és ráadásul még biztonságban is vagy, meg egyébként tud tudsz venni egy meleg teát, meg tudsz venni egy ralis pólót. Tehát, hogy ez, 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 erről szól, ez nem nagy befektetés, Robbi. Tehát ehhez nem kell megint csak föltalálnunk a, a, spanyol viaszt, és nem kell hihetetlen forint milliárdokat megmozgatnunk azért, hogy ezt ki lehessen alakítani. Ez egy pici gondolkodást és odafigyelést és következetességet Kíván csak meg, és már is működőképes az egész. Ha azt amiről eddig beszéltünk megvalósítod. Akkor a hatos pont nagyon könnyű lesz a gazdasági kapcsolatok fellendítése, hiszen minden eddigi pont arról szólt, hogy egy jól működő magyar autósportot alakítsunk ki, és az vonzani fogja a gazdasági kapcsolatokat, nem feltétlenül csak Magyarországon, hiszen lássuk azt, hogy egy 10 milliós országban a piac az korlátozott. Egy, egy skoda fábia erőthöz a differenciál, az ugyanannyiba kerül nekünk, mint egy német versenyzőnek, aki egy német piacon kell, hogy megéljen. Nekünk az is feladatunk lehet, hogy a, hogy a, a az európai piacra. Kerüljön ki a hazai autosport, mert akkor leszünk versenyképesek. De ehhez pedig kell egy átlátható szövetség és egy átlátható, jól működő autosport. Egy terméket kell fölépítenünk, ami mindenféle botránytól, belviszálytól, ellenségeskedéstől mentes, ahol egészen tiszta viszonyok uralkodnak, miközben azt is tudni kell, hogy azért a gazdasági környezet az finoman szóval nem pozitív mostanság. És ezt az automotorsport igenis érzi, akár globális szinten, akár idehaza. De mégis azt gondolom, hogy ha van egy olyan egy jól működő ökoszisztémát, gazdasági értelemben, akkor az azért az tud működni és tud ide csábítani támogatókat, szponzorokat. De megint csak, nem szeretnék az ígérgetés hibájába esni. Ezt a munkát el kell végeznünk. Legyen egy termékünk, legyen egy megfogható, mondom még egyszer, botrányoktól mentes közösségünk, és akkor majd elkezdhetünk tárgyalni azokkal a potenciális szponzorokkal, amelyek látnak ebben lehetőséget. Te is egy terméket kínálsz, egy jól működő vezetést? Abszolút mértékben. Ez egy termék. Én magam is egy termék vagyok valahol az eddigi, nem tudom, pályafutásom okán, de ez egy termék, ez egy termék, amit mi szeretnénk fölépíteni. A nagy kérdése ennek az elnökválasztásnak, hogy erre a termékre vevő-e, nyitott-e az a közösség, amely most nem működik egyébként közösségként marketing és kommunikáció korszerűsítése, és akkor itt már megint csak tettél egy lépést azzal, hogy körbejárod az országot, elmész a versenyzőkhöz, olyat teszel, amit évek óta nem láttunk, ez is egyik eleme annak a gondolkodásnak, ami, ami, amiről beszélsz. Tehát tulajdonképpen azt promótálod, amit szeretnél megvalósítani, vagy azt valósítod meg, amit promótálsz. Ezt hívják önazonos gondolkodásnak, szerintem, vagy önazonosságnak. Igen. Tehát meg is lepődnek sokan, hogy, hogy oda megy az elnök jelölt, és megkérdezi, hogy mit tudnánk jobban csinálni, és nektek erről mi a véleményetek, és mondjátok el, hogy szerintetek ti, akik benne éltek, hogyan lehetne ezt jobban működtetni. A marketing és a kommunikáció erejében nagyon hiszek, és most inkább a kommunikációra helyezném a hangsúlyt. Mi egy párbeszédre és egy közös gondolkodásra hívjuk a magyar autósportnak az irányítóit. Újszerű ez a gondolkodás mód. Elszoktak ettől az emberek, hogy megkérdezik őket, hogy mit lehetne jobban csinálni. És nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy mindent megfogadunk, vagy mindent úgy fogunk megfogadni, és úgy megcsinálni, ahogy ők mondják, hiszen vannak egyébként ellentétek e tekintetben is, és mindenki a saját szemüvegén látja a világot, mindenki a saját valóságában él, és ezek bizony néha különböznek egymástól. De abban hiszek, hogy egy minimum platformot, egy minimum, hogy mondjam, gondolatrendszert, gondolatiságot azt el tudunk ültetni a fejekben, hogy igen, vannak nézetkülönbségek, hiszen te egy utánpótlás gokárt csapatot üzemeltető csapatfőnökként teljesen más problémákkal szembesülsz, mint egy mint egy rali szervező, egy rali verseny szervezője. De alapvetően mégiscsak van egy olyan szakmai minimum, ami áthatja a gondolkodásunkat, és erre tudunk építkezni. Tehát ez a, ez az országjárás, ez nagyon sok szempontból rendkívül, eh, így, hogy mondjam, legtöbb értekes eh, dolgokat rejt magában, és, eh, és egy nagyon-nagyon furcsa tapasztalat. Eh, tehát eh, az, hogy egy elnök előtt bemutatkozik és elmondja a stratégiai programját, az egy dolog. Ha programja van, már az is egy dolog. <laughs> igen, 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 ez is szokatlan az elmúlt időszakhoz képest, de ez egy pszichológiai kezelés. Tehát ez egy szeánsz. Gyakorlatilag, amikor feltörnek, előjönnek olyan sérelmek, amiatt kialakult sérelmek, hogy nem hallgatták meg őket, és nem figyeltek rájuk az elmúlt időszakban, amit nekünk kezelnünk kell, hogy mondjam, jó pedagógus módjára, vagy, vagy, vagy odafigyelő vezető módjára. De megint csak, nem ígérgetek. Tehát nem ígérem meg azt, hogy ha bárki oda hozzám, akkor holnaptól úgy lesz, ahogy, ahogy neki jó. De az, hogy meghallgatjuk és beépítjük a, a programunkba és a mindennapi működésünkbe már azt, hogy beszélgetünk, akkor szerintem megint csak léptünk egyet előre. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad Hú, a meghívást. Én köszönöm. Kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani ezeket a gondolatokat, és hogy ezek a gondolatok sokáig maradjanak benne a magyar autósportban. Igen, ebben, ebben bízunk mi is. Nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy mindezt elmondhattam ebben a podcastban. Nagyon fontos, hogy nem egy évre, nem két évre tervezünk, hanem szeretnénk teljes mértékben új alapokra helyezni a magyar autósportot, és azt szeretnénk, hogyha itt tényleg egy egészen új korszak indulna el december másodikán. Zori, köszönöm szépen, önöknek köszönjük szépen a figyelmet, Szújó Zoltánt, az MNLZ elnök jelöltjét hallották. A Honda Magyar Automotorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT megbízásából készítette a TRP média. Adásaink visszahallgathatók a racinglinehu a rallycaféhu és a p 1 részhu n